Az előadásra nem csak a helybeliek voltak kíváncsiak. A környező településekről is sokan érkeztek, hogy megtekintsék a darabot. Nem nagyon járok a Tanya Színházba, követem az útjukat, de munkám olyan, hogy nem jutok sokszor el. Igazából nagyon szép ez itt a hely, örülök, hogy szalmán ülhetek, már régen ültem szalmán, és piroson, meg már nagyon régen járt igazából a Tanya Színház, és sajnálom, hogy nem ott, egész ide kell utazni Temerinbe, de végül jó, hogy itt is van a környéken. Nagyon szeressük őket, meg végül is ismerjük is őket, mert hozzájuk fűződünk ilyen szálakon keresztül, és szeressük, hogyha itt vannak, és mondjuk nagyon jó, hogy most itt vannak a Sárgatanyán. A rendezvénynek idén is a Sárgatanya adott otthont. Tavaly jött egy ilyen ötletem, hogy hát jó lenne megszervezni Temerin pár év kihagyás után újra a Tanya Színház vendégszerepeljen, és ugye rendszeresen a helyi vásártér adott ennek helyet, és akkor tavaly az ötlet után fölkerestem ugye Magyar Attilát öcsit, ám Tanya Színház mottójával Tanya Színház legyen egy tanyán. És egy bevált nagyon jó módszernek bizonyult. Mindjárt első alkalommal nagy látogatottsági kör alakult ki. Az Y generáció problémáit boncolgató előadást pozitívan fogadta a közönség. A szereplők a kalapozásnál nem csak pénzt, hanem ajándékokat is kapnak, a többi között bort és pogácsát. A színészek elmondták, a Tanya Színház egy más világ, és nem hasonlítható össze a hagyományos színházzal. Mind a kettőnek vannak hátránya és vannak előnyei. Teljesen két különböző műfajról beszélünk, és mind a kettőnek van létjogosultsága, csak mind a kettőben másképp kell színészként is létezni, meg munkatársként is. Jó az együttműködés, és nekem külön tetszik ez, hogy mi készítünk elő mindent, és ezzel megismerjük a színházakban dolgozó kellékes vagy a súgó munkáját is, és így szerintem jobban meg tudjuk becsülni. A Vándortársulat idén 25 településre látogat el. A záró előadást augusztus 12-én láthatják az érdeklődők Bogarason.